hogy ezután a ismertetés után a néhány saját gondolatot fűznék hozzá a kötethez. Az egyik az, hogy a közszolgáltatások privatizációjának vagy nem privatizációnak kérdése nem pusztán hatékonysági probléma, vagyis nem szűkíthető le arra a kérdésre, hogy a fogyasztó igényeit hogyan tudjuk hatékonyabban kielégíteni. A közszolgáltatások felmaradása a társadalmak felmaradásának alapvető feltétele, hiszen az, hogy a társadalom alapvetően egy közösség, és az, hogy egy közösség létezett, közösségként létezett, annak gazdasági alapjának kell lenni. Ha mindenki gondoskodik magáról, akkor a társadalom tökéletesen fel fog bomlani, de hozzáteszem, erre nem is lesz a társadalom minden tagja képes. Ferge Zsuzsa nemrég fejtette ki, hogy a magyar társadalom nagyobbik része képtelen magáról gondoskodni. Tehát fennáll a egyszer hiába mondják, hogy szemléletváltozásra van szükség, egyszerűen az embereknek egy nagyon hosszú időt kell elkölteni azzal, amíg ezt megtanulják. Tehát egy negatív vízió rajzolódik ki, hogy hirtelen az öngondoskodásra képesek egy szűk tábora, míg a többiek, akik erre nem képesek, azok tartósan leszakadnak, és végül létükbe válnak kérdésessé. Ennek a víziónak a megfogalmazásához nem kell baloldalinak lenni még szociáldemokratának sem. Elég, hogyha valaki a klasszikus liberalizmus talajáról fejlődik a járáspontot. Hát a klasszikus liberalizmus talajáról tekintve ezt a problematikát is, és elmondható az, hogy a közszolgáltatások teljes privatizálása az a társadalom a gazdasági alapját számolja fel, a közösségiség gazdasági alapját számolja fel, egy hosszú távon az alapvető emberi jogok és politikai szabadságjogoknak a létezését veszélyezteti. És egy halvány kritikát is megfogalmazik a könyvhöz. A kritikám lényege az, hogy nem eléggé kifejtett a közszolgáltatások neoliberális szabályozásával szembe helyezhető nemzetközi aspektusai. Hát ezek nincsenek eléggé kifejtve, márpedig a nemzeti védekezés lehetőségei folyamatosan szűkülnek, és többekkel együtt úgy vélem, hogy erre a globális kihívásra, tehát hogy a neoliberális hullám kivédésének nemzeti lehetőségei szűkülnek, nemzetközi szintű társadalmi választ kell adni. Ezek a kérdések nincsenek benne elég hangsúlya a könyvben. Hát úgy tűnik, mintha a nemzetállam megerősítése, vagy a nemzeti civil társadalom megerősítése lenne nem a legfontosabb, hanem csak úgy, hogy ez lenne hangsúlyosan kiemelve. Hazai vizekre evezve a privatizációval kapcsolatban a következő folyamatot látom én megvalósulni a közszolgáltatások veszélyeztetettségével kapcsolatban. Itt tulajdonképpen az elmúlt 17-19 évben a tőkelogika és a politika elit érdekei által diktált privatizációs folyamat ment végbe, aminek három állomását látjuk. Az első állomása a termelőjavaknak a privatizálása, melynek során a politikai kliensek az átlagosnál jóval több jószágot jutottak hozzá, mint olyan potenciális privatizálók, akinek nem voltak politikai kapcsolatai. A második etapban, amikor a termelőjavak elfogytak, akkor a politikai elit az elsősorban állami állások szaporításával igyekezett a klienseit kielégíteni. Részben ez a döntő oka annak, hogy az állami bürokrácia ennyire kiterjedt, mint ma. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy a jóléti rendszer nagysága miatt terjed ki ennyire az állami bürokrácia, hanem azért, mert tele van politikai klienssel. Egyébként a kiterjedt állami bürokrácia az éppen, hogy nem
erős állam, hanem gyenge állam. Tehát minél kiterjedtebb egy állami bürokrácia, annál gyengébb, és annál kevésbé képes az akaratát érvényesíteni, mert a részérdekek fogja. Végül most van a harmadik szakasz, amikor már nem lehet termőjavakat privatizálni, nem lehet az állami járásokat szakorítani, most a közszolgáltatásokon a sor. Ez nagyon fontos lenne, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, mert ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Úgy gondolom, hogy amennyiben az egészségügyi törvény elfogadásra kerül, annyiban egy már meglévő folyamat, vagyis a társadalom nagy megosztottság abból a szempontból, hogy hogyan tud az egészségügyi ellátásokhoz hozzájutni, intézményesül, és ezáltal még inkább erősödni fog. Köszönöm a figyelmet, és még egyszer gratulálok a szervezetet. Nagyon szépen köszönjük Szalai Erzsébetnek a könyvkritikát, remélem, hogy azért sokan hallották. Azt kérném, hogy azok az elkeseredett nézők, akik nem hallják a könyvbemutatót, csak a filmet fogják látni, meg az utána jövő beszélgetést a nagy teremben, azok ne duruzsoljanak elkeseredettségükbe, hanem maradjanak csendben, és akkor még pár ember fogja hallani, amit beszélünk. Köszönöm szépen! És akkor azt kérném Boda Zsolt és Sherin Gábor kollégámtól, akiktől többször hallottam megkérdezni, hogy hallják valamit Erzsi mond, és azt mondták igen, hogy reagáljanak egy pár mondatban arra a kritikára, amit a könyv kapcsán Erzsi kifejtett.